csapat feszült van, és mikor ilyen helyzet van, akkor mutatni kell a sokkal többet, pedig nem sikerült. Hogyan lehet kilábalni ebből a gödörből, amiben most került a gárda? Hát dolgozni kell tovább, keményen. Következő fordulóban Böde is tudni fog játszani, aki biztos, hogy tudni segíteni a csapatnak. Támadólag léptünk fel, a gólig nagyon jó volt a játékunk. Utána viszont, megmondom őszintén, nem a második gólt akartunk megszerezni, hanem nem akartunk gólt kapni, tehát annyira fontos volt ez a három pont. Ugye így is volt két óriási zicserünk, hiszen az első félidőben még az Ivanovszkinak ott volt a lábában a második gól, valamint a Márfát Dávidnak a második félidő első perceiben egy ajtóablak. Azzal le is zárhattuk volna a mérkőzést, viszont a Paks cseréi nagyon jól szálltak be. A második félidő egy nagyon-nagyon élvezetes mérkőzés volt szurkolóknak. Mindkét oldalt voltak helyzetek, lehetőségek. A második, hát annyi azt mondom, hogy a végén a szívünk vitt minket előre, és annak köszönhetjük, valamint azt, hogy az első félidőben teljesen kontrolláltuk a mérkőzést.